Hollandok elleni 8-1-es vereség óta sokan próbálják megfejteni, hogy vajon az elmúlt években ment-e előrébb a magyar labdarúgás, volt a fejlődés, illetve mivel magyarázható ez a mostani kudarc. Az egykori olimpiai bajnokot, Gelei Józsefet Virányi Zsolt kérdezte. Nagyon-nagyon sok összetevője van. Még mielőtt bekapcsoltam ugye a készüléket, mondta a kiválasztás hiányát, a védők helyezkedési problémáját. Egyrészt már a kiválasztásnál problémák vannak. Ha megnézzük a nemzetközi labdarúgást, az élvonalban lévő csapatoknál 90%-ban gladiátorok játszanak. Magasak, fizikálisan hihetetlen erősek, egy-egy vékonyabb, alacsonyabb játékos van, aki viszont zsonglőr. Na most ehhez nem elég napi 2 órás edzést végigcsinálni. Itt már gyerekkorban tudatosan kiválasztani a gyorsaság, az állóképesség alapvető dolog. Aztán oda kell figyelni a gyereknek az izomzatára, a lábizomzatra, az elrugaszkodás, a sprintelés, a felsőtest erősítésre, a törzs, a has, hát izom erősítésre. Ezek mind olyan dolgok, amik befolyásolják azt, hogy valaki milyen fizikai állapotba kerül majd 19-20 éves korában, amikor már a felnőttek között is meg akar felelni a követelményeknek. Ehhez a kluboknál olyan feltételek kellenének, nem 90 kilókat kellene emeltetni a gyerekekkel természetesen, de már 13-14 éves korukban el kellene kezdeni a test felépítését tudatosan. Másrészt a technika elsajátítása nagyon fontos, mert a mai labdarúgásban nincs idő arra, hogy valaki 3-4-szer érjen a labdához, mielőtt birtokba tudja venni. A harmadik pedig az, hogy olyan alapvető hibák jellemzik ma főleg a gyerekfutballt, amiben felnőnek a gyerekek, és amin előjön felnőtt szinten is. Gondolok itten, leszoktatják a gyerekeket a cselezésről. Gyerek meccseken hallani rengeteget az edzők kiabálnak be, hogy fiam, ne cselesz, fiam, ne cselesz. A másik az, hogy a védők borzasztó rosszul helyezkednek. 4-5 méterre állnak az ellenféltől, neki rohannak hátulról, vagy belerúgnak a vádliába, vagy két kézzel ellökik őket. Szóval a védőnek mindig testközelbe, minél közelebb van az ellenfél a kapuhoz, annál jobban testközelbe kell lenni az ellenfélhez, mert akkor, ha nem tudja megelőzni őt, tehát ha mellette áll, vagy közvetlenül mögötte, könnyebb megelőzni, mint hogyha 4-5 méterre hátrább van, és mikor már száll feléje a labda, akkor próbálja megelőzni. Ugye ezek olyan alapvető hibák, hogy nagyon nehéz lesz később ezen változtatni, akkor, hogyha nem is tudja megelőzni, ha test közelben van, és leveszi az ellenfél a labdát, bármelyik irányba fordul, mindig megvan a lehetősége, hogy kicsit lökjön rajta, kicsit megfogja a dresszét, ami nem látványos, a bíró sokszor nem is látja, vagy nem is érzi, de annyira elég, hogy egy picit lök az ellenféle, hogy az elveszíti a labdát. Nincs sárga lap, nem állítanak ki miatta. Na most, amíg gólokat kapunk, ugye, hogy 4-5 méterre állnak mögötte, a csatár elindul, a védő egy helybe áll, szóval ezek olyan hibák, amiknek nem lenne szabad előfordulni. Mekkora szerepe van itt a belső késztetésnek, meg az akaraterőnek? Az edzések mellett a legfontosabb a belső motiváció. Az, hogy a játékosban legyen akaraterő ahhoz, hogy ő hajlandó legyen mindenre annak érdekébe, hogy fejlődjön, hogy előbbre jusson, legyen egy cél előtte, amit el akar érni. Csak így lehet előre jutni, és önmagát maximálisan kihasználni, és az egész életét alárendelni, az étkezését, a pihenését, lemondani szórakozásokról, a lányoknak való udvarulás, nagyon mértékletesen. Szóval edzeni, és pihenni, és fitten menni az edzésekre, és minden edzésen a maximumot kiadni magunkból, és csak ezzel a mentalitással lehet valamit elérni. Hogy mondta Hoffi Géza? Ha jól emlékszem, ő mondta azt, hogy aki nem tud úszni, annak ígérhetnek 100 000 forintot, vagy akár mennyit, akkor se tudja átúszni, a Balaton bele fog fulladni. Aki nem tud futballozni, annak mondhatnak akármit, ígérhetnek akármit, azt nem tud mit csinálni.